A világörökség részét képező pannonhalmi bencés főapátság környezete új látványossággal bővült. A Kisalföldi Erdőgazdaság ZRT ünnepélyes keretek között adta át a lombkorona tanösvényt, mely egy halat, mint keresztény szimbólumot formáz. Talán önök is érezték, hogy milyen különleges helyen vagyunk. Ahogy a pannonhalmi bencés főapátság és ennek a domnak különleges kisugárzása van. Amíg felérünk az apátság bejáratától egészen idáig, és elérjük a Boldogasszony kápolnát, egy kicsit megnyugszik a lelkünk. Úgy érezzük, hogy jó helyen vagyunk, itt vigyáznak ránk. Ezért az érzésért döntött úgy társaságunk, hogy ezt a tanösvényt itt, ezen a helyen fogjuk megálmodni és elkészíteni. Nagyon hosszú évek óta olyan gyümölcsöző kapcsolatunk van egyébként az apátsággal, hogy mindketten segítjük a másikat, ahol tudjuk. Ez megmutatkozik gazdasági és közjóléti célú fejlesztéseinkben is. Tudni kell azért azt róla, hogy a főapát urék elődjei ültették nekünk a ravaszdi erdészetünk területén található faállományokat, tehát a bencés rend ötlete és kivitelezése alapján gazdálkodhatunk mi most ezen a területen. Én azt gondolom, hogy ezért mi hálásak is vagyunk neki, és próbáljuk a legmesszebb megyünk itt támogatni az apátságot. Nagyon szép pontján állunk az apátság körüli természetnek, és ezért örülök, hogy ez a tanösvény itt megvalósult. A lombkorona szint fölé lehet menni, az erdő fölé, és innen gyönyörű kilátás nyílik. Most igaz, egy picit csöpörög az eső, és párásabb is a levegő a szokásosnál, de innen lehet látni a Bakonynak a legmagasabb pontját, az északi Bakonyét, a Kőrishegyet, a rajta lévő kilátót, akkor, hogyha nyugat felé nézünk, a Sokorói dombság, Pannonhalmi dombságnak a csúcsait, előttünk ez a mély völgy terül el, a halastóval, az új házakkal, amik itt lakóparkkal, amit épülnek, a Részhegyel, hogyha délfelé nézünk, és ráadásul itt a peremén ennek az ösvénynek olyan látnivalókra, a környék látnivalójára hívja föl a figyelmét ez a hely, ahonnan tovább érdemes kirándulni a környéken. Egy nagyon gazdag helye lett ez itt az apátság környezetének. Magyarország egyik legérdekesebb lombkorona tanösvénye és egyben kilátópontja az, amely ma a Szent Márton hegyen Pannonhalmán most már várja az érdeklődőket, mai naptól látogatható. Ez a Kisalföldi Erdészeti ZRT-nek a fejlesztése, 64 millió forintos beruházás, és kapcsolódik a pannonhalmi csodálatos látnivalókhoz, hiszen világörökség, hungarikum, a bencés főapátság, csodálatos könyvtárral, az apátsági épületekkel, igazi szakrális hely. És itt van mintagazdaság és kilátó, és ehhez csatlakozik ez a lombkorona tanösvény. Egy kiemelt idegenforgalmi hely is egyben ez, amelynek a gazdagodását is elősegíti. Erdészeink 1 millió hektár állami erdőt gondoznak példamutatóan, mintegy 71 milliárd forint az a fejlesztés, ami megvalósult, és 12 milliárd fölötti a jóléti beruházásoknak az összege. Bejárhatóvá, látogathatóvá tesszük ezáltal erdeinket, és köszönet érte az erdészeknek. Összhangban van ez azzal a kormányzati politikával, hogy 2010 óta egyik célunk, hogy idehaza töltsük el a szabadidőnket, biztonságban, nyugodt körülmények között 21. századi színvonalon tudjunk kikapcsolódni a saját erdeinkben. Nagyon örülök, hogy Magyarországon ilyen nagy figyelmet fordítanak az erdőkre. Itt a környéki erdőket a Kisalföld Erdőgazdaság gondozza. Valamikor 1945 előtt az apátságnak voltak ezek az erdei, és így a miénk gyarapodásának is, az egykori vitulajdonunk gyarapodásának is nagyon örül az ember, amikor ezt látja. Itt sok turistaút épült, és azt látom, hogy valóban Győrből, a környékről járnak az emberek, kijönnek, jól érzik magukat, valóban egy ilyen pihenőhelyé vált, ennek csak örülni lehet. Én azt gondolom, hogy mindenkinek egyszer legalább látnia kell a pannonhalmi vidéket, nem azért, mert itt van a világörökség részét képező monostor, nem csak azért, hanem azért is, mert ezek a közjóléti beruházások szerintem mindenkinek egy olyan csodálatos élményt fognak nyújtani, amelyet nem tud elfelejteni hosszú időn keresztül. Most kezdődik a turisztikai szezon, remélhetőleg jön a jó idő, ezeket a újabb látnivalókat az interneten, a sajtóban is megtalálják, szerintem kellemes kikapcsolódás nyújt.
vannak, jöjjenek el és éljenek ezekkel a lehetőségekkel.